Pusztamonostörön kormányzata 135 millió forint fejlesztési támogatást nyert a község még földes útjainak aszfaltozására, illetve a már meglévő szilárd burkolatú utak felújítására. Belterületi utak fejlesztésére nyerte az önkormányzat ezt a támogatást, TOP plusz pályázati programon, és ebből szeretnénk megvalósítani a Pusztamonostoron Rákóczi út, Kossuth és Bellona-Isz utca közötti szakaszának az aszfaltozását, valamint a Monostor, Malom, József Attila, Arany János, Iskola utca, Lehel utca, Diófa utca és az Ady Endre utca aszfaltozását. A közbeszerzési eljárást még tavasszal kiírják, eredményes eljárás esetén a munkálatok a tervek szerint idén őszre be is fejeződhetnek. Ez egy elsődleges program volt részünkről, hogy a belterületi utak felújítása, illetve aszfaltozására kerüljön a sor, úgyhogy ez prioritást élvez a mi időszakunk alatt. Úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy egy ekkora projektbe tudtunk fogni, és most látszatja is lesz majd ennek a törekvésnek. A fejlesztés eredményeként 2,4 km hosszban épül új út, illetve végeznek felújításokat. A beruházással a burkolt utak aránya a jelenleg 46%-ról 65%-ra emelkedik a községben.